Nos, hát így telt Koltai Lajos egy napja, nekünk pedig folytatódik a stúdióbeszélgetéseink sora. Évvége lévén lassan járnak le a projektek, pályázatok. Most is erről lesz szó. Egy ilyen pályázatunk, e-support könyvtári projektről fogunk beszélgetni Ceglédi Lászlóval, a Főiskola Központi Könyvtárának főigazgatójával. Köszöntöm a stúdióba, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tulajdonképpen mi minden fér bele ebbe az e-supportba? Mi ez a rövidítés? A rövidítést feloldva, oktatástámogató elektronikus szakkönyvtári partnerportál. Ugye hát a partnerportál kifejezés az már megmutatja, hogy ez nem egy személyes dolog, tehát ugye konzorciumba zajlott a projekt, 4 tagú konzorciummal, mint helyiek, Heves megyei levéltár, Egri hittudományi főiskola, Neumann János középiskola és kollégium, és a konzorcium vezető az Eszterházy Károly főiskola volt. Ma volt a projekt záró, ha jól is ismerem az információt. Hogyan összegezték a tapasztalatokat? Számunkra is meglepő volt a végeredmény. Nagyon érdekes volt egybe látni így az egész projektet, hiszen a projekt záron végül is összefoglalásra került a teljes projekt, az idáig elvégzett feladatok, és nagyon, nagyon színes képet kaptunk, hiszen a projekt ugye hát körülbelül 3-4 nagy feladatcsoportból állt. Ebből az egyik a olvasáskultúra fejlesztése, az olvasás a könyvtári szolgáltatások népszerűsítéséről szólt, amivel elsősorban középiskolás diákokat, főiskolai hallgatókat céloztunk meg. A másik nagy csoport ugye a portálnak a kiépítése, ez most fog lezárulni decemberben, de hát volt ebbe minőségirányítási rendszer kiépítése, és nem kis munka a retrospektív konverzió, amivel több mint 30 ezer rekordot tettünk bele az adatbázisainkba. A konzorciumi partnerek hogyan összegezték az eltelt időt? Mi minden született meg? Nagyon, nagyon pozitív volt mindenkinek a véleménye a projektben lezajló feladatokról, és ami számomra külön öröm volt, hogy szinte mindenki úgy nyilatkozott, hogy folytatni kell ezeket a feladatokat, konkrétan az olvasás népszerűsítő foglalkozásokat, vetélkedőket, és hát valóban nyilván nekünk is van fenntartási időszakunk, tehát úgy készültünk ezekre a feladatokra, hogy ezeket az elkövetkezendő években is folytatjuk, de hát ilyen a Könyvtári Szabad Egyetem, aminek nagy sikere volt például, ezt nyilván nem szeretnénk abba hagyni, függetlenül a projektől. Az egyik legizgalmasabb kérdés ebben, amit említett, az olvasás, olvasóvá nevelés, olvasásra nevelés, és hát közben itt elektronikus szakkönyvtárról beszélünk. Most mennyire tud összejönni ez a két dolog, hiszen akárhogy is nézzük, de azért az olvasást azt úgy a könyvhöz szokták kötni hagyományosan. És itt pedig át kell, egy kicsikét át kell formálni a gondolkodásunkat, ha jól értem. Igen, ez is benne van, ugyanakkor hát nyilván nem kifejezetten csak az olvasásról van szó, hanem általában az információszerzésről, mint olyan, tehát ennél komplexebb volt a kép, tehát egy részről az olvasásnak a népszerűsítése, másrészről pedig azoknak a technikáknak a elsajátítása, begyakorlása, amelyek ahhoz szükségesek, hogy függetlenül attól nyomtatott vagy elektronikus a médium, abból hogyan tudjuk kinyerni az információt, hogy szerezzünk ebbe gyakorlatot, és hát nyilván, ha valaki ebbe beletanul, akkor ez már az első lépés a olvasó emberré való váláshoz. Az egy külön izgalmas pontja ennek az egész folyamatnak, hogy akiket érint maguk a hallgatók, mennyire fogadták ezt el, mennyire éltek a lehetőségekkel, mennyire éltek az új fejlődési irányok mutatta lehetőségekkel? Elsősorban tehát ahogy mondtam, kétféle csoport volt, a középiskolás diákok, akik nyilvánvalóan elsősorban a vetélkedőkbe, helyismereti memóriajáték, például böngészőverseny, ezekbe a játékokba vettek részt, nagyon lelkesen, főleg a két
iskolából, a mi gyakorló iskolánkból, illetve a Neumann középiskolából. Nagyon pozitív visszajelzések érkeztek, a hallgatóink pedig részt vettek a könyvtári levéltári túrákon, ahol megismerkedhettek a többi intézménynek a szolgáltatásaival, és nagyon népszerű volt mindegyik ilyen foglalkozás, például a Heves-megyei levéltárba, hát ritkán jutnak el, és nyilván sok olyan információhoz jutottak, amit egyébként nem szedtek volna össze maguktól. Egy projekt zárásához közeledve mindig az a merül föl, és az marad meg az emberbe igazán, hogy jó, most tartott egy folyamat, most lezajlott valami, lezárult valami, és hogyan tovább. Tehát ha olyat csináltak, amire szükség van, akkor azt jó lenne folyamatosan végezni. Van-e mód arra, hogy ennek a legfontosabb szálait ennek a projektnek tudják folytatni? Mindenképpen. Hát két oldalú a dolog. Az egyik az, hogy ez, ha úgy nézem, akkor nem is egy projekt volt, hanem egy projekt sorozatnak a vége, hiszen ez a 2008-ban indult az első, és ez igazából a negyedik lépcsőfok az egésznek, hogy most eljutottunk a tartalomig végül, de magunktól is folytatni szeretnénk ezt. Egyrészt, ahogy említettem, eleve úgy is készültek el, például említettem itt a helyismereti memória játékot, itt egy olyan kérdés adatban készült, ami egy jó ideig még tartalékot biztosít ennek a játéknak a folytatására. Ugyanakkor pedig új pályázatok is kerültek kiírásra, konkrétan ennek a pályázatnak folytatásaképpen egy újabb támogpályázat került kiírásra, ami viszont kifejezetten most már arra azt célozta meg, hogy megtöltsük tartalommal ezt a most elkészült dolgot, tehát a tartalmak feltöltése, elhelyezése, digitalizálása. Elég hosszú idő óta dolgozik ebbe a folyamatba, ezekbe a pályázatokba, folyamatokba. Ön hogyan értékeli? Ön szerint mi volt az igazi értéke ennek az eltelt időnek ebbe a témába? Két-két fontos eredményt szeretnék mindenképpen kihangsúlyozni. Egyik az egy nagyon komoly infrastrukturális fejlesztés, ugye ebből a négy pályázat, ami lezajlott, egy komoly infrastruktúrális fejlesztés történt, ami lehetővé teszi azt, hogy egy nagyon korszerű szolgáltatást tudjunk nyújtani. A másik, amit nagyon fontosnak tartok, hogy megkezdődött a tartalomnak a feltöltése és a szolgáltatása, amire már jó ideje várunk, hogy ez elinduljon, és bízunk benne, hogy most már a meglévő technikával és a meglévő tapasztalatunkkal ez egyre gyorsabb ütembe fog történni, és egyre szélesebb körű információt tudunk szolgáltatni. Megvannak az értékek akkor, amire építeni lehet. Gratulálok hozzá, köszönjük szépen, hogy közreadhattuk ezt, befáradt a stúdióba, és tartson velünk egy másik hangulatra, rajszakos hallgatóink kiállítására látogatunk el, a Gyermek Szabadidő Központban még látható, a Forrásban ez a kiállítás, Forrás Galériában, tekintsük meg együtt ezt ott készült beszélgetést és a fölvételeket.